A szőlő növényvédelme szempontjából idáig nem ígérkezik rossznak az idejév. A lisztharmattal, mint egyik fő bombabetegséggel, jelenlétével szinte folyamatosan számolni kell már április közepétől, ám a perennoszpóra kialakulásának komolyabb elterjedésének feltételei szerencsére nincsenek meg, állítja a fejlesztő növényvédelmi mérnök Füzi István. A szakember nem csodálkozik ezen, mert tapasztalatai szerint, ha nincs meg az áprilisi előkészítő csapadék, akkor nem tud kialakulni egyfajta perennoszpóra fertőzöttséggel járó fenyegető helyzet. Tavaly más volt a szituáció, mint az idén. Úgy tapasztaljuk, hogy az utóbbi években egyértelműen erre tolódott a hangsúly, hogy milyen az április. Hogyha az április az nagyon száraz, akkor nem nagyon van esélye a perennoszporának arra, hogy járványt hozzon létre, vagy járvány alakuljon ki belőle. Ha viszont az április legalább olyan átlagosan, vagy közel átlagosan csapadékos, akkor már lehet. Ugye erre pont példa ez a tavalyi év, amikor az áprilisunk olyan átlagosan csapadékos volt, és ebből alakult ki hosszú idő után tavaly egy járvány. Az idei száraz április mindössze 10 mm esett, és a május első felének csapadékhiánya azt eredményezte, hogy a leveleken csak hosszasabb keresgélés után találunk perennoszpóra foltot ezen a kékfrankos ültetvényen. Persze, ha valaki egyáltalán nem védekezett, ott szinte menthetetlenek a fürtök, már a lisztharmat pusztítása miatt is. A kontrollültetvények ezen a kísérleti telepen, ahol még provokálták is mind a lisztharmat, mind a perennoszpóra megjelenését, a védekezési hiányosságok következményére látványos módon rámutatnak. Persze, ahol megtörtént a szükséges védekezés, eddig legalább négyszer permeteztek, ott jellemzően ilyen szép, egészséges fürtöket fedezhetünk fel. Úgy tűnik, a lisztharmat elleni küzdelem az idei év fő növényvédelmi kihívása a szőlőskertekbe. Ennek is már az utolsó fázisában járunk a szakember szerint. Még egy ilyen hatékonyabb védekezésre van szükség, és akkor utána már július közepétől már kéntartalmú szerekkel elegendő, ha védekeznek ezzel a kontakt megoldással.